Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott szép napot kívánok mindenkinek! Valóban áldottak vagyunk, mert együtt ünnepelhetünk a szentekkel most. Minden szentek ünnepén, november 1-én. Vannak, akik kicsit összekeverik, hogy melyik a halottak napja, melyik a minden szentek napja. Elseje, az minden szenteké, másodika a halottaké. Miért is van olyan közel a kettő egymáshoz? Mert mi, az egyház, igazából három különböző nagy csoportban, de összetartozunk. Mi, a zarándok egyház, igen, kérhetjük a segítségüket azoknak, akik már megdicsőülhettek. És másodikán, bár minden nap, imádkozhatunk azokért, akik az úgynevezett szenvedő egyház, akik meghaltak, de még nem szentek, purgatóriumba kerültek, de az már igazából ez olyan biztos hely, hogy onnan már csak a mennybe lehet jutni. Azonban fontos értük imádkozni. Ma kérjük az ő közbenjárásukat, a minden szentek közbenjárását, és úgy olvassuk el ezt a mai evangéliumot, nagyon-nagyon nekik szól. Ők érték, hogy mi is ezt tegyük. Mielőtt elolvasnám a mai evangéliumot, imádkozzunk, kérjük a Szentlélek vezetését. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Drága Szentlélek, kérünk, hogy segíts bennünket, hogy meghalljuk Isten szerető hívását, és meg is cselekedjük azt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Gyönyörű evangéliumi szakaszunk van, a hegyi beszéd első része. A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő pedig szólásra nyitva ajkát, így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Amikor olvassuk ezeket a szakaszokat, nem véletlen, tényleg a szentek jutnak az eszünkbe. Hiszen először őket boldogoknak mondjuk. Először is a szenteket boldoggá nyilvánítják, és utána pedig szenté. Mert igazából boldogok, beteltek Istennek az örömével. És ahogy olvassuk ezt a szakaszt, van benne valami érthetetlen. A világ szemében azt látjuk, hogy azok, akik békeszerzők, azok, akik tisztességesen élnek, vagy éppen szegények, vagy sírnak, egyáltalán nem mondhatók boldogoknak. Mi a titka ezeknek az embereknek? Miért mondja őket Jézus boldogoknak? Mert Jézus pontosan azokhoz jött, akik élik a szegénységet, az egyszerűséget, a tisztaságot, a békességet, az igazságkeresést. Valóban valamennyünkhöz jött el, és azért jött Jézus, hogy boldogok legyünk. És ezt a boldogságot nem úgy találjuk meg, hogy magunk kiérdemeljük, és valami módon megszerezzük, kapjuk. És olyan fontos az első részben, ahogy azt mondja, hogy boldogok,
a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. A Héberben van egy utalás. Az ószövetségi nép tudta, hogy Babilonból csak egy törzs jött vissza, a Júda törzse. Őket hívták Ananim Jahvénak, vagyis Isten szegénykéinek. Azért jöttek vissza Babilonból, mert nekük egy kincsük volt, az Istenük. Isten miatt tértek vissza, ők nem gazdagodtak meg igazán, hanem lélekben gazdagodtak, és visszajöttek újraépíteni Izraelt, újraépíteni az országot. Nekik valami olyan töbletük volt, mint azok, akik ott maradtak, bár meggazdagodva Babilonban, ott más volt az élet. És éppen ezért Jézus azt mondja nekünk, hogy Isten országa a mi kincsünk. Akármennyire sok van, vagy kevés van a bankszámlákon, ha van Istenünk, akkor boldogok vagyunk. És ha megnézzük az utolsó boldogságmondást, vagyis boldogok vagytok, akiket az igazság miatt üldöznek, ugyanazt mondja, tiétek a mennyek országa. Ez a legfontosabb. És akkor, ami közben történik, amiről közben így beszél, hogy letörül a szemünkről minden könnyet, hogy meglátjuk az Istent, ez mind-mind Isten országáról szól. Most, amikor kimegyünk a temetőbe, mert leginkább azért minden szentekkor látogatunk ki, óhatatlanul eszünkbe jut, hogy egyszer minket is eltemetnek. Sokszor bennünk van, hogy jaj, még nem vagyok rá kész. Ismertem egy atyát, aki nagyon sokszor vágyakozott már arra, hogy Isten boldogító színe látására kerüljön. Miért? Mert benne ott volt az, hogy vágyom Isten meglátására, Istennel együtt lenni. És lehet, hogy furcsa lenne azt mondani, hogy kedves testvér, te vágysz Isten boldogságára? Hiszen itt már a Földön elkezdődik, de oda át beteljesedik. Őszintén szólva nem szeretem, ha azt mondjuk, hogy meghalt. Vagy azt mondjuk, hogy vége van az életének. Azt szeretem, ha vége van a földi életének. Mert most kezdődik az igazi. És amikor kimegyünk a temetőbe, arra gondolhatunk, ezek az emberek valamilyen módon már megízlelhették az égi boldogságot. Lehetséges, hogy még a purgatóriumban vannak. És persze lehetséges a szörnyű dolog, hogyha valaki elkárhozik. És ez nagyon is valóságos realitás. Imádkozzunk hát, hogy legyünk tiszták, hősök, szentek. Imádkozzunk hát, és kérjük a szentek közbenjárását. Én most az ünnepi mise könyörgések alapján fogok imádkozni, együtt a testvérekkel, együtt az egyházzal. Kérjük Isten segítségét, hogy valamennyien lehessünk boldogok. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven árazd ránk irgalmasságodat. Ezt kérjük Jézus Krisztus nevében, hogy mi is, hogy lehessünk tiszták, hősök, szentek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.